valamiben magadnak, így a magán kis szférádban muszáj, hogy higgy valakiben, valamiben. Igen. Jézus. Igen. És közben mégis azt választom, azzal kezd, hogy a nőiség teljes tárháza, amikor kirázott a hideg. Például ilyeneket nagyon-nagyon sokszor szoktam így gondolni és látni, hogy majd én kikkel fogok találkozni. Ezt a műsort Petinek is látni kell. Ezt ugye a mai napig így ezt beszéljük, hogy ez egy megmagyarázhatatlan dolog volt. Ez nagyon jó. Ugye, hogy szórakoztató, erről beszélek. Nagyon jó. Én is szeretem. Ez nagyon jó. Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vajon mi rejlik a látható, fizikai világon túl. Mert hiszem, hogy a csodák körülvesznek bennünket, és hogy a legnagyobb nehézségek leküzdésével tanuljuk a legtöbbet. Létezik egy olyan világ, amiről valamiért még csak suttogva merünk beszélni. Lelkünkben őrizzük legmélyebb titkainkat, melyeket nem tudnánk épésszel megmagyarázni, ezért inkább úgy teszünk, mintha meg sem történtek volna. Mostanáig. Mindenki másban vagy máshogyan hisz. Van, aki szellemet látott, van, aki angyalokkal beszélget, de van, aki minden nap imádkozik, mert úgy hiszi, segítséget kaphat. Minden műsorban egy ismert ember enged betekintést lelkének legféltettebb titkaiba. Beszélgetünk hitről, misztikumról és megmagyarázhatatlannak tűnő élményekről. Majd a beszélgetés egy pontján csatlakozik hozzánk egy avatott szakember, aki a szellem és lélek világában segít eligazodni, láthatatlan iránytűt adva az alany kezébe. Majoros Hajnalka, vagy ahogy még többen ismerik, Dundika igen komoly sorsfeladatot vállalt, amikor saját fényes modellkarrierjét háttérbe szorítva főállású édesanya lett Majka párjaként. Többek között arról is mesélt, milyen női karmát teljesít be ezzel. Nem tudom, hogy milyen gyakran szoktál ilyen témákról, spiritualitás, lélek, sors, honnan jöttünk, hol megyünk, ilyenekkel szoktál-e foglalkozni, csak azt tudom, hogy azonnal igent mondtál nekem, amikor hívtalak. Van olyan barátnőm, akivel ezt így meg szoktam beszélni, tehát nyilván nem otthon szoktam. Tehát erre annyira nem? Nem hiszem, hogy annyira érdekelni. Ez az a téma, amit tudod, itt tartsd meg magadnak. Igen, tipikus férfi, ugye? Persze, persze. Aztán közben biztos, ő is egy csomó mindenben hisz, és úgy gondolja, hogy ez úgy van, de hát mi nők azért nyilván egy picit jobban rá vagyunk kattam erre a témára. Igen. Meg hát egyébként én a horoszkópot néztem kiskoromban, nekem horoszkóp könyvem volt, tehát hogy én napra pontosan, és akkor azt még ott kezdődött, hogy mindig megnéztem, és rohantam haza, és akkor hú, ma jó napom lesz, holnap rossz napom lesz, mint hogyha ebből bármit is tudtam, de valahogy az ember úgy tudja élni egyébként az életét, hogyha azt mondják, hogy pozitív, akkor pozitív, ha negatív, akkor meg tényleg tudod azt csinálni, hogy hát ez most nem úgy fog összejönni, és akkor ráhúzod arra, jó van, úgyis megmondták. Akkor te abban hiszel, hogy te irányítod végül is valamennyire? Én nagyon hiszek abban, hogy én tudom irányítani. Uh-huh. És mi az, amit otthonról hozol? Ami akár erre rímel, hogy miben higgyünk, vagy hogyan éljük az életünket? Hát, amit anyukámtól hoztam, az leginkább az, hogy a család, a nagy család, és az, hogy a nőnek az otthont, a meleget kell, hogy biztosítsa otthon, és a férfi az, akinek igenis el kell mennie, és ő az, aki hátán cipeli a munkát, és tényleg ő az, aki az igazából kenyérkereső. Ettől függetlenül nyilván anyu is dolgozott, és én is dolgoztam, dolgozom is, tehát hogy ezért ezek így megmaradtak, de az sem jó nyilván, hogyha most csak úgy hátradőlök, és azt mondom, hogy nekem ez így bőven elég, mert gondolom én azért most erre a mai világban nagyon-nagyon kevés olyan nő, lány lehet, aki azt mondja, hogy neki csak és kizárólag az anyaságban ki tud teljesedni, az nem. Tehát, hogy meg egyébként képzeld el, hogy amikor mi először Petivel megbeszéltük azt, hogy nekünk lesz egyáltalán gyerekünk, és hogy mi akkor készen állunk a családalapításra, akkor ő feltett nekem egy ilyen kérdést, hogy de hogy én személy szerint tudnám azt csinálni, amellett az élet mellett, amit nyilván csináltam és voltam, hogy csak otthon vagyok. És ez olyan furcsa, hogy én azonnal rá tudtam vágni erre, hogyne. Hát ez szerintem nekem 18 éves koromtól ez az életem, hogy nekem gyerekem legyen, és én bőven vagyok. És aztán megtudod, amikor ott van a gyerek, és egyáltalán felnősz ez az egész feladathoz, hogy ez bizony sokkal-sokkal-sokkal nehezebb, és sokkal komplikáltabb és összetettebb dolog, mint hogy te csak itt simán azt mondtad, hogy ja, persze, én simán vagyok, csak anya. Kőkemény feladat, és ugye már említetted anyukádat, hogy ezt hozod otthonról, hogy az anyaság, és te tartod gyakorlatilag a családot össze. Igen.
Ez, akkor ezek szerint ő maga is ilyen típus volt, így élte az életét, tehát, mint az anyai nagyon. Minta, az így nézett anya ki. Anya nagyon, nagyon, és szerintem eléggé belém is táplálta, tehát hogy tényleg azt mondhatom, hogy ezt így hoztam magammal, mert hogy nem erre gondoltam azért, nem ilyen szempontból, hogy most ő ezt mutatta nekem, és én minden áron akkor csak és kizárólag otthon akarok lenni, csak aztán mondom, éreztem én azt magamban, hogy nekem semmi bajom nem lenne azzal, hogyha én csak otthon lennék, és hozzáteszem, annyira borzasztóan nehéz az anyaság, hogy amúgy meg nem elítélendő az sem, hogyha valaki csak otthon van. Nekem az előző kapcsolatomban nem jött össze a gyerek. Próbálkoztatok, ugye? Azért ez a 3 éves próbálkozás azért csak benne volt. És amikor Petivel találkoztam, akkor mi úgy beszéltük meg, hogy akkor mi már készen állunk így viszonylag jó gyorsan a családalapításra, de mivel tudta, hogy nekem esetleg nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogy szerettük volna, ezért kezdjük el időben című fejezet, és hát jó időben belekezdtek. Hozzasztok gyorsan. Összejött. Mennyi? Tehát mennyi próbálkozott? 6. hónapra. Az tényleg gyors. 6. hónapra. Úgyhogy 6-7 hónapja voltunk akkor így együtt. Milyen érdekes, hogy ez a lélek azonnal megérkezett hozzátok. Mintha azt várta volna, hogy megtaláld az ő apukáját. Igen. Milyen az ő kapcsolata? És ugyanúgy néz ki. És nagyon durván ugyanúgy néz ki, Marián. Az figyelj, félelmetes. Egy olyan klón, hogy ez az félelmetes, ahogy mondod. Félelmetes. És viszont Olivier, mintha rád hasonlítana. Ő meg rám hasonlít, igen. Tehát két kis klont sikerült létrehozni. Először apa, utána anyuci. Sajnos olyan nagy haja van, hogy mindenki kislánynak nézi, de hát mindegy, mert mondtam, hogy én nem fogom levágatni a haját. Olyan valamikor majd biztos, majd most még nem. Szóval az ő kapcsolatok Veti és Mariának a kapcsolata, leírhatatlanul rendkívüli. Nagyon szoros. Nagyon szoros, és pedig aztán Peti egy oroszlán, Marián pedig egy skorpió, tehát hogy igazából ott lehet, hogy majd a későbbiekben azért lesznek is összezörrenések, ha nem kicsik, akkor nagyon. Az majd tanító jellegű lesz a Petinek elsősorban. És én ezt, igen, és szerintem ezt ő is tudja, mert ezt sokszor beszéljük is, hogy hú, azért ez kemény lesz, de hogy tényleg egy olyan leírhatatlan kapocs van közöttük, hogy egyszerűen nem is nagyon lehet ezt tényleg így megmagyarázni. Tehát ezt így az aurából, meg ugye az egész kettőnk lényéből. Változtatott rajtad az anyaság, és változtatott Petin az apaság? Meg egyáltalán, várjál, kezdjük ott, hogy Petin mennyit változtatott az, hogy téged megtalált. Megállapodott volna ő valaha? Szerintem nem. Bízunk benne, hogy nem. De tényleg? Jól hazudik, mert szerintem nem. Én szerintem nagyon kellettünk mi egymásnak, és neki nagyon kellettem én ahhoz, hogy ő így teljes értékű ember legyen, férfi legyen, és ami nagyon fontos, hogy mi nagyon jó időben találkoztunk. Tehát, hogy a sorsszerű találkozások, ha mondjuk 10 évvel ezelőtt találkoztunk volna, vagy akár nem tudom, hát mégis igen, mondjuk 10 évvel ezelőtt, mert ugye már 7, akkor nem biztos, hogy mi együtt maradunk. Hajninak volt egy kedvenc nagymamája, akivel különösen szoros szeretett kapcsolat fűzte össze. Ezért igen fájdalmasan érintette őt, amikor 13 éves korában elveszítette a hosszan betegeskedő, imádott mamáját. Volt olyan élményed, amit nem tudnál mondjuk úgy megmagyarázni ilyen épp észre tudományosan, akár vele kapcsolatosan? Volt méghozzá... Volt egy kedvenc unokatesom. Volt egy ilyen esténk, amikor azt mondtuk, hogy kezdjünk egy kicsit úgy beszélgetni ilyen kicsit komolyabb dolgokról, és nem már csak ezeken a hülyeségeken járjon az eszünk. És akkor elkezdtünk beszélgetni így a haláról, a mamáról és egyebek, és nekem volt egy olyan képem a mamáról, ahol még beteg volt, és rá is írta a képére, hogy Hajnikám, ezt neked küldöm, mert hogy itt nagyon beteg vagyok. És írt mellé egy cetlit, volt egy cetlin, amit nem tudom már pontosan, hogy mi volt rajta, de hogy amikor beszéltünk az unokatesomról, vagyis az unokatesomai róla, akkor ez a cetli így egyszer csak leesett a földre, és akkor ezt így a mai napig így ezt beszéljük, hogy ez egy megmagyarázhatatlan dolog volt. Nyilván minden dolgot belelátunk és belebeszélünk ebbe, tehát hogy ezért mi ezt megokfejtettük. De akkor azt gondolom, hogy ott van. Nyilván. Nagy üzenet. Nyilván. És az üzenet. De olyan jó ebben hinni, nem? Igen, igen. És tudom, hogy itt is van. Tehát hogy az a legjobb az egészben, hogy tényleg azért
Sajnos elég sok mindenki halt már meg így a családunkban, mert hogy nekünk egy elég nagy családunk van. Tényleg még a másod-harmad unokatesóink is, még velük is valamilyen szinten így találkozunk, beszélgettünk, stb. És hogy így mégis azt mondom, hogy nekem a mamám, ő volt az, és lesz is még nagyon sokáig. Akkor te hiszed azt, hogy ő esetleg látja a te gyerekeidet is? Biztos, hogy látja. És annyira sajnáltam egyébként, hogy nagyon sokszor belegondoltam, hogy úgy sajnáltam, hogy mindig mondtam, hogy erre az eseményre is, hogy ezt nem tudja, azt nem, most milyen büszke lenne, úristen, hogy szeretné a gyerekeimet, stb. És akkor mindig azzal juttatom magamat, hogy ő valójában tudja. Biztos, hogy látja és tudja. Akkor ezek szerint azt is, vagy ilyen szoktál gondolkodni, hogy mik találkoztok majd, amikor... Szoktam, igen. Igen. Valamiben magadnak, így a magán kis szférádban muszáj, hogy higgy valakiben, valamiben. És én például ilyeneket nagyon-nagyon sokszor szoktam így gondolni és látni, hogy majd én kikkel fogok találkozni. És akkor ez nyilván egy kicsit könnyít is így rajtad. Peti ilyen szempontból milyen? Szerinted, mert hogyha nem, nyilván sokat nem lehet vele, mert tipikus pasi ilyenekről beszélgetni, de azért azt nyilván tudod, hogy ő milyen beállítottságú, vagy ő hisze abban, hogy valaki valami még van azon kívül, mint amit itt tapasztalunk. Peti abban hisz, hogyha valahol ő jót ad másoknak, akkor ő jót is fog visszakapni. Uh-huh. Akkor a karmában. És abban is hisz nyilván, igen, hogyha valami rosszat tesz, akkor ő rettenetesen fél attól, hogy akkor az biztos, hogy valahogy büntetés lesz, és bűnhődni fog. Tehát, hogy na, ilyenektől igen. Tehát, hogy ő az, aki az összes létező kéregetőnek tuti biztos, hogy ad. Tehát, hogy ő mindent megvesz, amit ott eladjuk, persze, rózsák, stb. Tehát, hogy ilyeneket én szoktam neki mondani, hogy most már ezt így hagyjuk abba, de hát ő ezekben nem szabad meggátolni, mert ez... Úgyhogy ő ilyen szinten hisz. Egy kérdésem van, hogy jártál-e valaha Jósnál? Igen. És hogyha... Nagyon készülök. Évek óta készülök. Komolyan? Nagyon. Évek óta készülök, mert ez én barátnőm, akivel ezt meg szoktuk okfejteni ezeket a kis dolgokat. Mi állandóan minden héten mondja, hogy menjünk el ide, mert ő tud egy nagyon jót, és akkor mindig mondom neki, hogy jó, oké, megyek. Egy kicsit félek. Szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy úgy elmennék, de valahogy van egy ilyen, hogy mit fog nekem mondani, mert én tudom, hogy én olyan vagyok, hogy amit mond, akkor majd megpróbálom azt szerint irányítani a dolgokat. Tehát ez nem fordítva, hogy majd ő mondja meg nekem, hogy mit csinálok, hanem ő megmondja, hogy mit csinálok, és én meg fogom csinálni. Jó, hát ilyen rendes gyerek hát, vagy. Én ilyen rendes vagyok, lány. Tanultam. Jó, most igazából jó, nem Jóst hívtam, hanem asztrológust, mindjárt érkezik hozzánk. Egy kicsit a személyiség elemzéssel kezdjük, hogy megérezd ennek az ízét, tarókártyát fog használni. Jó. És hogyha van valami kérdésed, bármi, ezt egyébként burkoltan is föltelted, mert jó. Volt már itt olyan vendég, aki úgy tette fel a kérdést, hogy nehogy rájöjjünk, mi a kérdés. Utólag úgy is kiderült, tehát semmi gond. Nyilván. Úgyhogy, de hogy gondolkodj, hogy mi az, amit meg tudnál szíved szerint, jó? Jó. Oké, akkor már is hívom hozzád, Laci. Jó. Hajni eddigi élete során még nem találkozott a tarókártyával és a benne rejlő lehetőségekkel, ezért némi izgalommal várta a Novák László asztrológussal való találkozást. Ez a beszélgetés végül Hajni számára igen fontos felismerésekhez vezetett. Kezdjük szerintem a tök egyszerű személyiségelemzéssel, azért, hogy megtud, hogy ráérez az ízére, ha még sosem volt ilyesmiben részed. Jó. Nem lesz nehéz dolgod, négyet kell húznod. És egymásnak kell őket helyezned, és nem nézheted meg a kártyát. Egymás tetejére? Egymásra, igen. Egymás tetejére. És igen, hogy tudjam a sorrendet. Így. Várjál, bízok. Nagyon jó. Köszi. Ügyes voltál. Hátra is döltem. Mintha rutinod lenne benne, úgy csináltad. Nem, de az otthoni embernek van. Komolyan? Kártya. Ja, kártya. Vagy a kókeredik, persze. Te zseni benne. Nagyon jó. De ilyet még az ő se jött meg. Na, biztos, hogy nem. Hogyha igen, akkor nem mondja. Titkolja. Persze. Na, szerintem kezdjük a tudatlan, mély tudatlan tartalommal, amiről te se tudsz, én se tudok. Nem hozik túl jól. Tehát az, amit ő se tud. Igen. Hát itt igazán a hetes számisztikájából tudok kiindulni, hogy valamilyen szintre már eljutottál, és valamit meg kéne ugrani, de erről nem tudsz. Jó a tartalma. Tehát valami, ami benne van, és ki kell, hogy felszínre kell, hogy törjön. Felszínre kell, hogy törjön, ugye, mert a hetes tud teremteni.
és az mindenképpen fel akar jönni. Ez valamiféle képesség? Vagy ez benne van az ő eszköztárában, így született. Mondtam, hogy a Petinek, hogy csináljunk egy lemezt. Egyébként tényleg, nem azért mondom, de hogy a hangod tök jó, ezzel te is tisztában vagy, és a nagy duettben ezt be is bizonyítottad. Ez valamilyen szinten realizálódni fog bármelyik időpillanatban, de lehet, hogy még kicsit öregebbnek kell lenned, vagy idősödnek kell. De hát ez az, hogy már hova? Hát miről beszélsz? Mikor fog ez kiugrani? De hogy egyébként tud valamit csinálni azért, hogy ez hamarabb felszínre jövesse? Az az igazság, hogy a többi három lap talán tud segíteni. Na nézzük. Hát persze, nézzük meg. Most azt, ami nyílt lap mindenkinek, neked is, nekünk is, tehát hogy mi a készleted. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, ez egy nagy arkánumot sikerült húznod, ami a nőiesség teljes tárháza, ugyanakkor ugyanakkor a rejtélyesség is. Tehát, hogy úgy nőies valaki, hogy elrejti. De úgy rejti el, hogy azért persze mi is tudjuk, sejtelmessé válik, érdekes leszel tőle. Érdekes leszel tőle. Van spirituális tartalma. Hogy most benned mennyi a spiritualitás, mennyi nem ismerjük egymást, nem tudom. De hát valószínű van. Lehet, hogy még nem jött a felszíne, de valami ott van. Működnek a megérzések? Nagyon. Na, hát akkor nem, ugye... csak megérzések vannak szinte. Igen, de hát ugye sejtelem intuíció, tehát azért ez itt van. És női minőségbe hozza mindezt. Mert ugye nem a mágus van ott, hogy férfibe hozza, hanem nőbe hozza. Már elkezdted mondani azt a lapot, akkor mondd tovább, amit mondtál, hogy a női minőség, vagy nem tudom milyen. Igen, ez a női minőség. Ugye és ez a női minőség az azért érdekes, mert nem a Vénuszt hozza, hanem a holdat hozza. Tehát az anyasságot hozza, ott van a lábánál a hold. Tehát egyfajta anyasság is benne van. Egyfajta? Egyfajta? Egy hatalmas fajta anyasság. Igen, azért nem mondom százasra, mert nem ez a lényege a lapnak. Uh-huh. De az anyasság biztos, hogy benne van. Az, hogy hozod a Vénusz, az egy dolog, de nem ez a lap hozza. De azt is jelenteti ez, hogy az anyasságon keresztül is nagyon sokat tanul, vagy akár a spiritualitás ezek együtt nála együtt ugye? Járnak. Együtt jár a nőiesség, az anyasság, és együtt jár a spiritualitás. Tehát nem mindig. Azért, és se annyira sejtelmes, hogy előtted is sejtelmessé válhat. Tehát ugye nem penge éllel fogod ezt állandóan adni a többieknek, hanem ez úgy jön. Ugye, mert van egy intuitív hajlama, és ez belőled jön. Tehát nem is kell pengén adni, tehát nem kell teljesen végig gondolni mindent, mert ez jön belőle. Ez jön önben, ez megérzés. Ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog, elég ritkán húznak főpapnőt, ez nagyon jó. Ez a főpapnő? Ez tényleg durva. Tehát okay. Ez a kettes nagy arkánum, tehát ez a készleted, és ezt levesszük, hát mi látjuk. Ez az a minőség, amit mi látunk. De neked meg fogalmat sincs róla, hogy milyen. hogy mi milyennek látunk, vagy mit látunk benne. Igen. Nem esély, igen, mi az a igen, negyedik. És aztán ez egy olyan nagy érzelem, ami nem mozog, de ugye mindig kisül belőled, de ugye nem mozdul. Te meg ezt szeretnéd áramoltatni, és olyan, mint áramolna, de igazán nem áramlik. Tehát nem tudom, hogy mennyire világos ez számodra. Várj, ez most még számomra se azt, ez az. Igen. Tehát azt jelenti, hogy valamit nem. Folytani próbál? Nem folyt el, ez egy olyan lap, ez egy apród. Az apródok arról híresek, hogy statikusak. Ennek az energiája egyelőre nem... Tehát, hogy nem engedem még én sem, hogy ez úgy kitörjön. Mert nem tud kitörni, mert ez egy apród. Ennek az a dolga, hogy érző legyél, mindenre ráérez. Ez egy jó kérdés, hogy nem is fog tudni kitörni? Hát jelen szituációban ugye most egy statikus állapotot nézünk, ezt most nézzük, most ez jellemző rád. Lehet, hogy ez jobb is, hogyha nem tör ki? Nem? Mert végülis akkor ettől vagyok hát, figyelj, én stabil. Te ilyen vagy. Te ez vagy. Te most csak mindegy, hogy ha ilyen lennél. Ezt, remélem, ezt a műsort Petinek is látni kell. Mert nagyon sokszor van az, amikor azt mondja nekem, hogy nem úgy látja bennem azokat az érzelmeket, holott én azt megélem. Csak mindig azt mondom, hogy valakinek a földön kell járnia ahhoz, hogy tisztán tudjon gondolkozni, és le kell húznod a kis rólót, hogy aztán, amikor jönnek a megérzések, akkor ne az legyen, hogy hát engem elvitt a szívem, az eszem, nem tudom mi, hanem tisztán a megérzésedre hagyatkozz. Igen, de az az érdekes, hogy mi ezt kell, hogy érezzük. Tehát a lényeg, hogy mi téged feszíthet valami, de te ennek nem vagy tudatában. Most a tudatában vagy, mert beszélek róla. Oké, de várj, akkor ezek szerint... Ez nem lenne rossz, ezt a Peti hallaná és látná, hogy tulajdonképpen ez belőled fakad, megéled ezeket, igen. Ugyanúgy ott vannak a nagy érzések. Sőt,
És akkor ezek szerint néha kiszikrázik. Tehát néha le kell, hogy vezetődjön valamilyen úton. Hát le kell, hogy vannak kirohanások? De ugye ő neki, ennek a lapnak az igazi párja, ugye a főpapnőn fog mindig lejönni ez a dolog. Igen. Érted? Tehát te így tudsz csapolni, de azért ez mindig ott van. Uh-huh. Tehát ez mindig ott van. Mindig van egy hiányérzetet, nem tudom másképp elmondani. Van egy hiányérzetet, hogy megmondtam neki, hogy szerettem, de mégse az jött le, ahogy érzem. Igen. Tehát, hogy a szavak kevesek, amit a főpapnő mond, de nem tudod kikommunikálni. Uh-huh. Ez durva, pedig azt gondolná az ember, hogy a nő az, aki könnyebben kimutatja, nem tudom, rárobban a csávóra, még talán sok is neki, és lehet egyébként, hogy ezzel fogtad meg, nem lehet? Szerintem ezzel. De most komolyan. De. Igen, hogy titokzatos voltál, hogy nem volt könnyű. Igen, nem tudatosan csinálja, mert erről ő nem tud. Igen, oké, világos. Tehát, hogy abszolút nem fog meg senkit, mert ugye nem tudatos a dolog. Ez mindenki amúgy feleségül akart venni, most már tudom miért. Igen, tényleg így van. Igen. De figyelj, ez egy nagyon jó dolog, mert azért ez egy tökéletesen jó lap. Ezzel semmi baj nincs. Igen, de megint egy ilyen érdekes dolog, hogy te ezt el akarod előttünk rejteni, mert itt jelenik meg a férfias oldalad. Ugye? Mert egyébként az van neked? Azt hiszem, tökre érződik, ahogy gondolkodsz. De erről viszont te tudsz, és ezt el akarod előttünk rejteni. Akkor biztos az mondja, amikor azt mondják, hogy neked azért nincsen lányod valószínűleg, mert olyan fiús anya vagy. És soha nem értettem, hogy miért mondják ezt rám. Aztán közben rájöttem azért, mert én mint a katonatiszt úgy csinálok otthon is. Tehát én nálam rend és fegyelem van a gyerekeknél. És egyébként meg igen. Igen, de ez valahogy meg nem szeretnéd, hogy mi lássuk. Igen. 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 És közben mégis azt mondom, azzal kezd, hogy a nőiség teljes tárház, amiben kirázott a hideg? Nem, csak így elgondolkoztam. Igen, ez a férfi oldal, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ez is nagy arkánum formájában jelenik meg, mert ez viszont a főpap, ugye a főpapnő párja. Mind a kettőt kihúzta? Ki. Ez nagyon és a főpap ugye azért belelátás engem, most mind a kettő nagyon intuitív. Igen. Ugye? Azért mondom, hogy nekem az egész életem a megérzés. Igen, igen, de ezt jobb szeretnéd, ha gondolkodhatok én okosan, ez de amúgy így, igen, és ezt tehát, hogy benned tudom a nőt adni. Lássák, mert ugye annyira nyom igen. A főpapnő, hogy ugye ezt úgyis mindenki látja, ugye, és nem akarod, igen. Hogy lássák, hogy van egy másik oldalad. Na, most viszont nyitott könyv lettél. Tök jó. Ne haragudj. Hát most beleláttuk. Ezek után is F-kon tudni rejteni. Egyébként igen. Igen, de hát ez ugye többnyire azért sikerült, tehát ugye ezt elrejteni, mert azért ez egy nagyon erős lap. De hát most tudjuk már, hogy van férfi oldalad is. Szeretném tudni, hogy lesz-e még legalább öt gyerekem, és abból hát, kettő igen. Hát nem tudok mondani. És legalább négy lány. És abból lány, és igen. Akkor figyelj, de ugye ezt nem tudjuk megmondani, tudom. Csak annyit tudok mondani, hogy milyen helyzet van, és abból következtetünk valamit. Jó, mindegy, jó. Mindjárt meglátod. Jó. A dolgok jelenlegi állását tudjuk megmondani meg a tárgya alapján. Van egy olyan vetés, ami 9 lapos, és szerintem azzal nézzük meg. Jó, oké. Okay. Jó? Én azt mondom, hogy oké, bocs, helyetted azt nem, mondtam, hogy oké. Nem, nyugodtan. Ez egy tök jó dolog lesz. Ez elég sok mindent elárul, ez egy 9 nap, az már lehet. Jaj. Ezt azt mondani. Ez nagyon jó. Ugye, hogy szórakoztató, erről beszélek. Nagyon jó. Én is szeretem. Ez nagyon jó. Na hozzál 9-et. Hozzál 9-et. De egymásra. Egy. Alá raktad, ha ez a kettő, akkor kérem. Várj. Legyen meg a sorrend. Tetejére? Igen. Mert az a sorrend. Oké, rá 3, szuper. Igen? Mutasd, vagy mondd. Tehát ugye most azt néztük, hogy mi várható a gyerekkel kapcsolatban, egy eljövendő gyerekkel kapcsolatban. Nem kéne vágyni rá, mert én vágyok rá, ugye ez egy gondolat, a gondolat nem hozza meg mindig a gyümölcsét. Tehát ezt el kéne engedni. Tehát valahogy rá kéne bízni a sorsra. A másik ugye, ami ezt keresztezi, mert ez egy, én elhatároztam, akarok, és ez így nem fog működni, mert ugye keresztezi egy kelyhek 8-as, ami azt jelenti, a 8-as az mindig egy nagyon érzelmes lap. A kelyhek duplán érzelmes lap. Ugye? Tehát egy olyan érzelmi minőség, ami ugye megkérdőjelezi, hogy jó-e nekem az az alapom, hogy én akarom. És egy idő után úgy tűnik, mintha nem is akarnád. Ez egy nagyon fura dolog. Igen. Hogy lehet, hogy nagyobb az elvárás, hogy legyen, mint az, hogy te akarnád. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon, nagyon fura dolog. De én ezt szemben nem kijelentem, nem tudom, hogy így van. De hát ugye ez azt mutatja, mint egy kicsit tényleg így van. Igen. Kicsit megfutamodnál a feladat elől. Uh-huh. Tehát azt jelenti, hogy érzelmileg azért úgy szeretnék is kisítani. Viszont igen. Akarod, mert hát ezt kell mondani, hogy igen. Akarod.
jó, mindegy. Igen. Most ez elnézést, hogy egyet mondok, de hát... Jaj, mert hogy van. Azt kell mondanod, hogy akarod, mert itt van egy fegyelvedés. Az a baj, hogy tudod mi a baj, hogy ezt én értem? Igen. Mégsem utasd meg a Majkának a műsor. Igen. De hogy nekem ez nagyon-nagyon jó volt. Nagyon szerettem, élveztem minden másodpercet, az előtte lévőt is, amikor beszélgettünk, és majd amiket még fogunk. És egyébként meg meglepő dolog az volt, hogy tényleg nem járok, és nem is akartam megtudni a jövőbeli dolgokat, meg semmit soha. De így ilyen szinten, ahogy én most megtudtam Lacitól, ezeken meg tényleg elgondolkozik az ember, és azt mondja, hogy ennek van valami valós tartalma. Életünk során gyakran előfordul, hogy valamire azért vágyunk, mert a környezetünk ezt várja el tőlünk. Ilyenkor már szinte magunkénak érezzük mások vágyát. Azonban, ha éber az ember, meghallhatja mélyen önmagában a belső énje hangját, aki jobban tudja valójában, mi lesz számunkra üdvös. Ha pedig ráhallgatunk, nem hibázhatunk. Biztos, hogy nem fogunk letérni sorsunk útjáról.